106 végzős diák, illetve rokonaik töltötték meg Színülti, a szekszárdi Csapó Dániel mezőgazdasági szakképző intézmény tágas tornatermét és karzatát is. Több mint 5000 ember díszes külsőségek közepette, meglehetősen magasztos hangulatban követhette az évelei első nagy iskolai eseményt, a szallagavató történéseit Palánkon. Nagyon büszkék vagyunk rájuk, hogy idáig eljutottak. Nyilvánvalóan ebbe mind a pedagógusoknak, mind a szülőknek nagy-nagy szerep jut, és azért is gondoltuk, hogy kicsit másként szeretnénk most ezt a szalagtűz ünnepséget megszervezni, mert azt gondolom, hogy ez egy család életében, ez egy sorsdöntő pillanat, és hát én nagyon bízom abba, hogy egy hajnalig tartó jó kikerekedett mulatság lesz ennek a vége. A szokásos rituálét követően már-már operabáli hangulatot előidézve, ez is már megszokott az ország legnagyobb agrárminisztériumi fennhatóságú szakképző iskolájában, hogy jön a ruhakölteményekben bemutatott társastánc, amit ezúttal is Orbán Ferenc tánctanár tanított be az erre vállalkozó lányoknak és fiúknak. Jókedvű, vagány, túlvagány, gyűjtőszobal életre valónak nevezte az igazgató asszony az idén búcsúzó évfolyamot. Csapós sajátosság, hogy a szalagavató hivatalos részének zárása után a szülőket bevonva közös, hajnalig tartó buli veszi kezdetét. Változóak egyébként, hogy az osztályoknak milyen a képessége, de azt gondolom, hogy aki tényleg tanul és szeretne tovább tanulni, annak minden lehetőséget biztosítani tudunk. Az agrárszakokon tanulók jelentős része az agráregyetemeket célozza meg, míg a rendészeten tanulók 50%-a a rendészeti szakközépiskolát jelöli meg. Akik elhelyezkednek, azokat is számtalan tovább, illetve szakképzési lehetőséggel várja vissza immáron a felnőtt képzésben az AM DASZK Csapó Dániel mezőgazdasági szakgimnázium és kollégium.